Sziasztok, Peti vagyok, és az ABBA Group média csatornát nézitek. Ma megint egy kis IT-val, informatikával fogunk foglalkozni, méghozzá bemutatok nektek néhány kevésbé ismert billentyűzet kombinációt, amit a Windows operációs rendszer alatt tudtok használni, ahhoz, hogy hatékonyabban tudjatok dolgozni, csinálni a különböző dolgaitokat. Úgyhogy indul az intro, ne felejtsétek el feliratkozni és megosztani ezt a videót ismerőseitekkel. Vágjunk bele! Először is szögezzük le, hogy nem az összes billentyűzet kombinációról lesz szó, hisz több ezer van belőlük. Igazából azokat fogom nektek bemutatni, amit én legtöbbet használok. Sokatoknak lesz nagyon ismerős, és valószínűleg sokat használt billentyűzet kombináció is közte. Ellenben meg fogok nektek mutatni olyan billentyűzet kombinációkat is, amiket igazából még az informatikában gyakorlott és jártas emberek sem nagyon ismernek. Meg fogtok lepődni, tehát azért, hogy jobban lássatok, ide rakom a kamerát a billentyűzet fölé, hogy ne csak hangban, hanem képben is meg tudjam mutatni, hogy mely billentyűket nyomjuk le a billentyűzet kombinációkhoz. Még egy fontos információ számotokra, hogy nem minden Windows billentyűzet érhető el régebbi Windows-okban, tehát én Windows 10 1909-et használok. Az első billentyűzet kombináció az a Windows R, amivel különböző programokat tudtok szövegesen elindítani, például, és itt a következő, ha elindítjátok a CMD-t, ugye akkor följön a command line, ugye Windows 10 alatt már nincsen DOS, de itt mégis DOS parancsokat tudtok beadni. A következő, hogyha megint csak megnyomjuk a Windows R-t vagy bármilyen programra, úgy kattintunk, hogy közben nyomjuk a Ctrl Shift-et, és ilyenkor nyomjuk mondjuk az Enter-t vagy rákattintunk a programra, akkor itt az ablak tetején látható, hogy mint adminisztrátor indítottuk el a command line programot, tehát még egyszer Shift és Ctrl. A következő Windows trükk az, hogyha megnyomjuk a Windows R-t és elindítunk egy új programot, ha elindítjátok az OSK nevű programot, akkor egy on-screen keyboard, tehát egy képernyő billentyűzet jön elő, és ezáltal is tudtok, hogyha érintő képernyős készüléteketek van, bevinni adatot, illetve hogyha megnyomjátok a Shift-et, vagy a Ctrl-t, vagy a Windows gombot, vagy az Alt-ot, akkor azok kéken látszik, hogy mit nyomtatok meg. Még egy fontos dolog, hogyha a videó alatt Alt-ról beszélek, akkor mindig erről az baloldali Alt-ról fogok beszélni. A jobboldali Alt-nak a legtöbb Windows programban más funkciója van. Igazából az Alt-GR az a billentyűzet kombinációkra van, tehát mint ami itt minden gombnak a jobb alsó sarkában. Ugye magyar billentyűzetnél az egy jel az a V alatt van, én német billentyűzetet használok, nekem a Q alatt van. A következő sokak által ismert billentyűzet kombináció az az Alt F4, amivel ablakokat lehet bezárni, illetve hogyha kim vagyunk az asztalon, akkor még egyszer megnyomva az Alt F4-et a Windows-t lehet bezárni, tehát a számítógépet lehet kikapcsolni. Amit viszont sokan nem ismernek, hogyha van egy olyan programunk, mint például a Chrome, aminek több ablaka is lehet, akkor a Ctrl F4-jel az egyes ablakokat lehet bezárni, illetve ha már nincsen több szabad ablak, akkor szintén magát a programot lehet bezárni. A következő nagyon hasznos
billentyűzet kombináció, az a Shift Windows S. Ezáltal följön egy ablak kivágó program, amivel négyzetet, szabad, körvonalú dolgot, ablakot, tehát Windows ablakot, vagy teljes képernyőt lehet kivágni, tehát én azt mondom, hogy ki akarom ezt innen vágni, akkor az elmentődik ide, és ezzel a programmal lehet bele mindenféle dolgot firkálgatni. Utána ez elmenthető, vagy másolással beilleszthető bármilyen másik programba. Ugye korábbi Windows verzióknál volt ez a Snipping Tool, képmetsző, ezt helyettesíti most még egyszer a Shift Windows S. A következő, hogyha benne vagyunk egy szövegszerkesztő programban, teljesen egy, hogy milyenbe, akkor a Windows és pont programra kijön egy emoji beillesztő kis ablak, ugye vagy grafikus, vagy ilyen hagyományos emojikat is be lehet illeszteni, valamint speciális karaktereket. Tehát, és egyszerre több mindenre is lehet kattintani. Ugye a Notepad az nem színesen mutatja ezeket az emojikat, és itt alul vannak a különböző csoportok, emoji csoportok. Abban az esetben, hogyha mondjuk valahol dolgoztok, és nem akarjátok, hogy nyitva maradjon a számítógép, akkor van egy olyanunk, hogy Windows L, ami bezárja gyakorlatilag a Windows-t, és csak a jelszó megadása után lehet újra belépni. Ugye ez akkor lehet hasznos, hogyha mondjuk hirtelen valaki mögöttetek terem, miközben ti dolgoztok, és nem akarjátok, hogy lássa, hogy mit csináltok. Ugyanerre alkalmas a Windows D, ami az összes futóalkalmazást lekicsinyíti az összes monitoron, tehát hogyha átmegyünk panorámába, akkor láthatjátok, hogy minden monitoron minden program lekicsinyedik. Windows D újabb megnyomására pedig újra nagyképernyős, vagy hát visszáll az előző helyzet. A Windows nyilakkal, tehát a jobbra és a balra nyillal lehet ablakokat elrakni az egyes monitoroknak az negyedeiben, illetve a fölfele nyillal teljes képernyős, lefele nyillal ablakos, még egyszer lefele pedig minimalizált állapotba kerül, és ez több monitoron keresztül működik, hogyha mutatok egy ilyen panoráma képet, az összes monitoron keresztül végig lehet játszani ezt, illetve akár a negyedekben is, szépen az ablak végigmegy minden monitoron. Ugye mikor streamelek, akkor szoktam a különböző programokat így kirakni a monitorok egyes sarkaiba. Hogyha megvan már nyitva egy programotok, például én megnyitom a Total Commandert, és szeretnétek a programból még egy verziót futtatni, akkor a Shift lenyomásával, ha rákattintotok a program ikonjára, akkor két verziót tudtok belőle futtatni. Látható, hogy két Total Commander nyílt meg. Rákattintok Shift-tel még egyszer az ikonra, akkor most már három Total Commanderünk van. A következő az Alt-Enter, ami nem minden programban működik, például a command line-ba működik, ha megnyomom az altot, ugye még egyszer a bal alt, enter, akkor teljes képernyős lesz a program. Ez általában a játékoknál is szokott működni, viszont rengeteg olyan program van, amelyik az alt-entert valamilyen más funkcióval látja el, ezért ott ez felülíródik. Nagyon sokan ismerik, de nem mindenki, a Ctrl-Shift-Escape-pel előhívható a feladatkezelő, amiben a különböző programjainkat látjuk, hogy hogy futnak, mennyi processzort, memóriát, lemezt használnak, viszont amit sokan nem tudnak, hogy a teljesítmény fül alatt van az erőforrás figyelő programunk,
ahol még több részletes információt kapunk a processzor, a memória és a meghajtók állapotáról. A következő pedig a Windows T, amikor is a tálcán lévő programjaink között tudunk a nyilakkal jobbra-balra lépdesni, és azokat akár aktiválni. Ha ezt mégis néhányan ismerik, azt annál kevesebben ismerik, hogy a Windows és a számok lenyomásakor pedig elindítható az tálcán lévő programok sorrendbe, tehát ez az 1-es, 2-es, a 3-as például az Explorer, a 4-es, Windows 4, pedig nálam a Total Commander. Ugye azt sokan tudják, hogy az Alt Tabbal lehet váltani a különböző futó programjaink között, hogy melyik program legyen éppen fókuszban, vagy hogyha a két program elfedi egymást, akkor is ugye előtérbe lehet hozni az egyiket a másikhoz képest. Amit kevesebben tudnak, hogy a Windows tabbal elő lehet hívni ezt a Windowsba épített belső kis ablakot, ahol időrendi sorrendben látható, hogy milyen programok voltak indítva a közelmúltban, és amit még kevesebben ismernek, hogy itt lehet csinálni új asztalt. Régebbi Windowsoknál nem kellett új asztalt csinálni, itt az újabb Windows 10-ben van. Mit jelentenek ezek az új asztalok? Szintén, ha például dolgozunk egy irodába, akkor a Windows Control jobb és bal gombbal egy teljesen másik asztalra jutunk. Itt elindíthatunk teljesen másmilyen programokat. Átlépünk panoráma üzemmódba, jobban látszik, és látszik, hogy a két virtuális asztal között ide-oda lehet lépni. Akkor most nézzünk néhány szövegszerkesztéses trükköt, amit relatív kevesen ismernek. Ha gépelünk teljesen mindent, akkor kitörlünk mondjuk néhány dolgot, és hopp, ezt nem akartuk kitörölni, akkor a Ctrl-Z-vel visszahívhatjuk a legutóbbi módosításunkat. Ugyanakkor, hogyha a visszahívást, tehát a visszavonást vissza akarjuk vonni, Notepad-ben éppen nem működik, de más programokban a Shift-Ctrl-Z-vel, de itt is működik, vissza lehet hívni a visszavonásokat. A következő az, hogyha egy nagyon hosszú szövegünk van, de szeretnénk azt másolni, akkor Ctrl-A betűvel kiválaszthatjuk, kijelölhetjük a teljes szöveget, akár oldalakon keresztül is, a teljes dokumentum ki lesz jelölve. Valamint, hogyha egyes szavakból áll a szöveg, amit gépelünk, akkor a Ctrl jobb és bal nyíl lenyomásával szavanként tudunk előre és hátra ugrani a szövegünkbe. Ugye mindenki ismeri a Home és az End gombot, ne lepődjetek meg, a németek erste pozíciónak és endének hívja, magyar billentyűzeten ez még Home és End, viszont hogyha a dokumentum elejére, megint csak több oldalas dokumentumról beszélünk, honlapról és egyebek, akkor a Ctrl Home-mal a dokumentum elejére, a Ctrl End-del a dokumentum végére lehet ugrani. Hogyha mindemellett nyomjuk például a Shift gombot, és úgy nyomjuk meg a Home-ot, akkor kijelölhetjük a teljes dokumentumot szintén. Sokan ismerik a Ctrl C-t, mint másolást, és a Ctrl V-t, mint beillesztést, valamint a Ctrl X-et, mint kivágást, amit szintén Ctrl V-vel be lehet illeszteni. Annál kevesebben ismerik a Windows V-t,
ami egy vágólap történetet, tehát egy history-t tesz lehetővé. Ezt előszöri használatkor aktiválni kell, megnyomjátok a Windows V-t, megkérdezi, hogy aktiválni akarjátok-e, és itt visszamenőleg ki lehet választani a korábbi vágólapra helyezett dolgokat, és akár lehet rögzíteni ezeket, hogy mindig ott maradjanak, vagy törölni azokat. És természetesen lehet az összeset törölni. Kivéve azt, amit rögzítettünk. A következő rendkívül érdekes billentyűzet kombinációnk az a Windows H, mint Hedvig. Ha nem magyar nyelvben vagyunk, ugye Windows Space-el szóközzel lehet a különböző telepített nyelvek között változtatni a számítógépen, és hogyha nem magyar nyelvben vagyunk, hanem angolban vagy németben, és megnyomjuk a Windows H betűt, akkor elkezdődik egy szöveges bevitel. Ugye ő most nem érti, hogy én magyarul mit vartyogok neki, viszont ha angolul beszélek hozzá, "Hello, dear computer. I am telling you what you have to type." Akkor tökéletesen megérti, hogy mit mondunk neki. Ez működik németül is. Átváltunk németre. Vagy megnyomjuk a Windows H-t, vagy megint rákattintunk ide a mikrofonra. "Hello, lieber computer. Ich diktiere dir, was du schreiben sollst." És amikor így diktáltok, akkor lehet nekik mondani, hogy vesző, felkiáltójel, macskaköröm, természetesen a megfelelő nyelven, és azt a számítógépetek meg fogja érteni. Többé-kevésbé. Akkor a következő az a Windows A betű, amivel ezt az oldalinformációs sávot lehet fölhívni. Ugye itt be lehet kapcsolni a repülési módot, Bluetooth, és hogyha mondjuk van SIM-kártya a tabletetekben, akkor azt a funkciót is itt lehet kibekapcsolni, valamint a képelforgatást és egyebeket. Ennél érdekesebb a Windows X, ahol gyakorlatilag a Windows beállításaihoz leginkább szükséges dolgokat éritek el, mint a számítógépkezelés, lemezkezelést, hálózati kapcsolatok kezelését, eszközkezelőt és egyebeket. Ugye, hogyha a Windows gombot, erről nem beszéltünk, csak egyszer megnyomjuk, akkor följön a Start menü, ahol ha elkezdtek gépelni, akkor egyből átugrik keresés üzemmódba, ami ugyanazt teszi, mintha megnyomtátok volna a Windows S gombot. A következő rendkívül hasznos Windows billentyűzet kombináció, amit nagyon sokat használok én magam is, az a Windows E, amivel a file kezelő hívható elő, és ahányszor megnyomjátok, annyi darab file kezelő jön létre. Mint mindig most is elmondom nektek, hogy a Windows leírásában megtaláljátok a Patreon gyűjtésünket, illetve a PayPal gyűjtésünket, ahol anyagilag is tudjátok támogatni a csatornát. Mégis legtöbbet az segít, hogyha ezt a videót megosztjátok Twitteren, Instagramon, Facebookon, ahol csak akarjátok, hogy minél több emberhez jusson el a videó. Ezzel tudtok a legtöbbet segíteni, és hogyha természetesen van kedvetek és anyagilag támogatnátok a csatornát, akkor csak hajrá! Találkozunk legközelebb valamilyen nagyon érdekes témában. Szervusztok!